Szerkesztőségünk csapata idén is részt vett a Gyimesi Puliszka Fesztiválon, immár 6. alkalommal. Bár már 14. alkalommal szervezték meg, mostanra mi is főszereplői lettünk a rendezvénynek, a magyar adás neve már szorosan összefügg a Puliszka Fesztivállal. A résztvevők, főzőcsapatok vagy látogatók minden év utolsó augusztusi napjaiban kimennek a hidegségi dombra, végigkóstolják a puliszkákat és aktívan részt vesznek a szerkesztőségünk által is rendezett versenyeken, szórakoztató eseményeken. A háromnapos rendezvény csúcspontja a puliszka főzőverseny volt, de idén sem maradtak el az előadások, koncertek, termékvásár, gyerekprogramok. Prezsmér Fülöp azokon is próbált segíteni, akik eddig csak ették a puliszkát, de még nem próbálkoztak megfőzni is azt. Tanfolyamán bemutatta, hogy melyek az igazi csángó túrós puliszka elkészítésének titkai. Az egyik alapanyag az a túró. Akkor mielőtt kezdünk főzni, akkor a turónak az elkészítését mondanám el, hogy ugye a Puliszka Fesztivál is elsőre azért volt kitalálva, hogy itt az itt élő emberek nyári időszakban fenn vannak a hegyeken az állataikkal. Nem olyan gazdaságok vannak, hogy ilyen 100, még több tehén, hanem 3-4 tehénével fenn van ott a hegyen, és annak a tejét ugye feldolgozza, és a sajtból készül a turó. Puliszkát azt külön ugye meg kell főzni, és akkor majd rétegesen le fogjuk rakni. A legaljára az edénynek teszünk egy kicsi vajat, akkor jön rétegesen egy puliszka, egy turó, egy puliszka, és a végén még egy picit össze kell melegíteni. Nagyjából készen is van így a puliszka. Ez olyan, mint a tejbegrisz. Szép lassan kell szórni bele a lisztet, és ahogy keményedik, akkor abba kell adni. Hát a legjobb ugye úgy is mondjuk a puliszka liszt, de a darab, minél darabosabb legyen. Az már nem jó, mint a buzaliszt olyan finom legyen az. Mi felénk úgy mondták az öregek, hogy pikaliszt. Enni könnyebb, mint főzni. Időben mennyi könnyű belőle? Amíg megfője? Igen. Hát kell neki egy negyed óra, 20 perc, miután kezd rotyogni, ugye? Jó, le kell váljon a kavarótól, az edény oldalától. Tavaly úgy jártunk, amikor elkezdett a kurzus, akkor mindenki arra számított, hogy szép, csinos asszonyok állnak el, egy gyimesi asszonyok puliszkát főzni, és megérkeztem én nagy szőrösen. 100 kilométerre jöttünk direkt ezért, nehogy a tévében lássuk. A teljes puliszka az. Na, és akkor ugye került az aljába egy kicsi vaj, rend puliszka, és akkor jön a túló. De ez azért még degedett kicsit. Ez persze. Meg megmered, hogy mondjam. Jóra, hát elhagyjuk, fűrésszel keszélyezhetjük. Sokat kell főzni, miután a víz felforrt, szép lassan kell szórni bele a lisztet és kavarni folyamatosan, amíg ilyen szép pépes lesz. Nem már kész. Hát én hála nem lesz olyan sós, akár azért, akár milyen tiszta, amíg ott a jót megfejé, főleg mikor zuhog az eső. Megcsodálkozzanak, hogy olyan szép szürka a jutúró, vagy a jutúró. Mondanék egy ilyen hallgatok, hogy arrafelé nincsen. Nem tudtam, mi az orda. Milyen nőtt halott, mi vagy? Mindenki tudja, mi az orda? Tudjuk, persze. De nem hiszem mindenki. Igen. Aki távol, azt mondja, hogy a feleséget. Tartsatok meg! Lesz itt, nyugodtan, nem kész gólni. Főzünk még egyet. Még hónap is van. Higgyék el, hol elfoz. Szombat mindig a bulis nap. A színpadon sorra váltják egymást a különböző együttesek, énekesek, táncosok. Oh,
Sztárfellépők idén sem hiányoztak. Jó 20 év után Rigigál Gyula és Homonyi Sándor együtt koncertezik, és ide zenekarokkal is eljöttek a 14. Csángó Túros Poliszka Fesztiválra. Nagy-nagy tapsal és légy-nagyobb szeretettel fogadjuk őket. Hiszem, a lelkünk egy rejtélyes hely, hisz nem tudjuk, hol van és mit rejtott el, és hogy jut el hozzá a jel. Lehet kérdés vagy válasz, lehet igen vagy nem, de egyszer csak vízhangról el. Csak sejtem, hogy miért van, ha néha egy dam a lelkemben életre kell. Üzenem a távolból, valaki ma rá. De hogy furcsa kis képletek dönthessék el, hogy kell lesz, azt mégsem hiszem. Mert nincs is szebb annál, ha egy fiú s egy lány együtt a mennyekbe száll. Mi átértett már, és most akárhol jár, a lelkem így hozzád talál. Üzenem a távolból, valaki ma rád gondol. Üzenem a távolból, téged szeretni jó, szeretni, szeretni jó. Nincs is szöbb ennél, mi elmondható. Szeretni téged, szeretni, szeretni jó. Ez mindent bebizonyított, majd érdemes, hogy mindig színpadra lépni, A tömeg az akkor mondjuk úgy, hogy jó, és akkor értelmes, akkor dicséri meg az előadót, hogyha az előadó olyan, ha érzi rajta, hogy adni akar, ha tudja róla, hogy azért jött ide, de ez ilyenkor nem számítanak a kilométerek, mert vannak gondolatai, amelyeket sikerült megfogalmazni dalokban, és ezek a dalok jelentenek mindkettőknek valamit. Ilyen egyszerű megfogalmazás. Miért van az, hogy egy 45 évvel ezelőtt született dalnak is még mindig nagy hatása van? Pontosan azért, és ez nem csak egy-egy dalra vonatkozik, amit most mondok, hanem az adott szituációra, abban az időben, amikor mi úgymond cseperedtünk a saját erőnkből. Lépcsőfokonként értünk el apró, pici sikereket, mire elértünk, mondjuk, hogy szorban fogalmazva, néha országos sikert is. Az akkor készült dalok többsége a közönségnek, a közönségért készült. Tehát nem voltunk arra rákényszerítve, hogy a médiát kiszolgáljuk, mert a média fütyült ránk. Tehát volt köztünk, mondjuk, hogy egy ki nem mondott
közutálat viszony, amire mi fütyültünk, mert sokkal, de sokkal többet jelentett az, hogy az a közönség, amely utána jött, járt az országban, egyik helyről, hol Sopronból, másnap hol Nyíregyházán, ez az vagy dicsért, vagy pedig megdobált. Pontosan ezért élhettek meg, mert a mai közönség szerintem ugyanúgy érzi, hogy értük is, a mai közönségért is készültek akkor azok a dalok, amely ma ugyanolyan értelmet nyernek, egy-egy szituációban belegondolnak, és talán jelent a napokban valami kis gondolatot, jelenti azt, hogy felejtenek a rosszból valamit, mert ez a dal segít valamit. Azért nem semmi, hogy így egy koncert után rögtön így énekelnek valami ugye? Nem csak a koncert után, hanem végig a koncert alatt az összes dalt énekelték. Igen. Azért hidegségben, középajtán is hallottalak énekelni, és ott mindent tudtál középajtáról. Hidegségről mit tudsz? Hát ez a egyik legtávolabbi település Budapestről. Egyfelől. Tudom, hogy itt vitték a végeken a erdélyi magyarok az országot, és Európát egyben, mint ahogy most is, igaz? Igaz. Szerintem nagyon sok év van a hátad mögött egy koncertileg. Én már 30 éve járok Erdélybe, mikor először voltam, akkor ugyanilyen szeretettel fogadtak, és megfogadtam, míg élek, mindig jön. Vasárnap a fúvósok költik a falut. Van, aki a főzőversenyre készül, van, aki a reggeli misére igyekszik. Már sör mellett, hallgass meg a másikot, milyen elmei, tervei, álmai vannak. És mert te is elmondani a magadét. Egy ilyen találkozó, egy ilyen nap erre való. Ismerettségeket, barátságokat kössél. A barátodnak a barátját ismerd meg, mivel foglalkozik, hogy van, hol dolgozik talán a nagyvilágban, milyen lehetőségek vannak itt, aki el akar kezdeni, barátkozni, szeretettel lenni a másikhoz, aki kész megfogni a feléje nyújtott kezet, az álljon fel, aki duzzogni akar, az üljön, maradjon a padban, lássuk, hogy hány ember tudtam meggyőzni. Na, úgy látom, még a minisztrálsaim is felállt. A dombon az üstök a helyükre kerültek, a csapatok feliratkoztak és elfoglalták sátraikat. A versenyen 8 csapat mérte össze tudását és erejét. Bármennyire könnyűnek is tűnhet a puliszka elkészítése, a zsűrizésnél kiderült, hogy sok mindenre oda kell figyelni. Az ízek mellett jutalmazták a tálalást, a sátor díszítését, a főzőcsapat tagjainak hozzáállását. A Magyar Adás csapata nem csak főzött, a Domba aljában gyimesi felvételeket vetítettünk, kvízversenyt szerveztünk, és amint már megszokhatták az utóbbi években, újra bekapcsoltuk a Puliszka rádiót. A sátrunk mellett működő fotomatánál bárki fényképezkedhetett az 50 éves születésnapját ünneplő Magyar Adás munkatársaival. Már a 6. éve vagyunk jelen a Magyar Adás csapata kiemelt média partnerként, mert Csili Párpád volt olyan kedves és meghívott bennünket. Köszönjük szépen így utólag is. Csili Párpád, a Patágyíros és Csángó panziók tulajdonosa, a Túrós Puliszka Fesztivál megálmodója, immár 14. alkalommal. Árpi, mondd el nekünk, hogy 14. alkalommal mi újat nyújthat az embereknek egy Túrós Puliszka Fesztivál, vagy a Túrós Puliszka és a fesztivál úgy együtt mindig valami újat jelent. Szép jó napot mindenkinek, tiszteltek, köszöntök mindenkit. Hát én 14. alkalommal csak annyit tudok mondani, hogy újat, hogy 14 évvel idősebbek lettünk, de ugyanúgyvel a dombbal meg tudunk még küzdeni. Köszönjük szépen minden részvevőt, minden csapatot, akik beneveztek, és remélem, hogy jövőben még több csapatot magunkkal tudunk vonzani, mert 15. évfordulónk lesz, és valami nagyobb puliszkát kell főzzünk, vagy valami okosat, de remélem, hogy a Magyar Adás is az idén az 50. puliszkáját megfőzni. Mikor egy beder puliszka a dalitőtnek, akkor annyi. Jó, sok az egy lesz. Nem, de ezt fogjuk.
2 órás után, akkor beledobjuk a lisztet, és azzal is kell legalább 1 óra készüljön, a liszt kell főjön, majd utána fogjuk kevasztani. Amikor megkavartuk, akkor ez készen a liszt. Le kell rájön a liszt oldalára, és már kellene. Milyen nap, vagy napokon van magyar adás a Román Televízió 1-es csatornáján? Hétfőn, biztos? Sked. És Sked is, nagyon ügyes vagy, valóban, köszönöm szépen. Nevezd meg 2 darab ismert arcot a Román Televízió magyar adásából, vagy adásától. Valahogy hová mentek, úristen? Igen, jó? Tehát nevezzem meg 2 ismert arcot a Román Televízió bukaresti magyar adásából. Nézzük csak! Szilágyi Ildikó, Győzs Erika, Simonfi Katalin, Tomcsányi Mária. Ez még több is volt a 2-nél. Hát ez nem igaz, ez van az ember. Tudod, hogy van, hogyha észnél van, akkor észnél van, veszély a könyvet, leolvassa. Szilágyi Gödrédikónak külön örülök, köszönjük szépen. Hol? Milyen honlapon, tehát interneten ugye, érhető el a magyar adás? Tehát mi a magyar adás honlap vagy internetes címe? Hogyha önöknek van például szórólapjuk vagy valami hasonló, akkor ott a tetején írja, hogy hol, az egy másik dolog, hogy hol, de hogy mi az online internet címe, elérhetősége, honlap címe a magyar adásnak. Nagyon egyszerű, benne van a nevében is, úgyhogy nézzük csak, készen állnak a válaszsal vajon? És vajon tudják is a választ? Biztos? El tudod mondani? Hadlám. Magyaradás.ru. Magyaradás.ru. Pontosan, nagyon ügyes vagy. Köszönjük szépen. Rettegjetek, mert nagyon kemények vagyunk, hallod? Főleg a hölgyek. Ide szépek vagytok. Jó napot, nagyon is szép jó napot. Te szépek vagytok, lányok. Férfiak már nem annyira. Hát a lányok. És a túrót azt honnét vettétek? Bódból? Bódból? Nagy szeretettel üdvözöljük a zsűrit! Nagy reményeket fűzünk ennek a versenynek a betétársok közötti kimenetelére. De mindenek előtt a pohár pálinkát kell inni, és utána beszélgetünk. És hamarabb egy nótát! Mennyire szívesen fogadtok majd az eredményhirdetés is után. Akkor ami lesz, az lesz. Egy jó nótát, ott is addig elénekeljük, amivel szeretnénk. Jaj, egy nótával a zsűrit köszöntsük, és a pohár pálinkával. Mi vagyunk a kapnócai kis csapat, nagy csapat. Zsűrit dobunk, mellé főztünk maguknak, magunknak. Arra kérünk, minden gyorsan díjazzák, díjazzák. Trukkolunk, hogy szinten leszek a gardján, a gardján. A főzőverseny eredmény hirdetéséről egy csapat sem távozott üres kézzel. A fődíjak mellett külön díjakkal jutalmaztak a szervezők. A 14. Csángó Túros Puliszka Fesztivált a szomszéd falva, a környező vidékek néptánc együtteseinek gála műsora zárta. Jövőre jubileumi kiadás készül, érdemes augusztus végét bejegyezni a naptárakba. A jó programok, a jó hangulat és a finomabbnál finomabb puliszkák minden bizonnyal ott lesznek majd a Hidegségi Fesztiválon.